Köszöntöm a stúdióban Gábi Barnabást, akit információim szerint néhány nappal ezelőtt választottak meg az Ajkai Diáktanács elnökévé, tehát újra lendületet kapott a munka. Mózes Tamás volt ugye az elődje, ha jól tudom. Pontosan. És hát volt egy interregnum választások, mindenféle, de most gondolom tényleg belekezdtek. És akkor hadd kérdezzem meg rögtön, hogy a nézőknek is legyen valami fogalma róla, hogy milyen ennek a diák tanácsnak a felépítése, vagy szerepe, hogy hol helyezkedik el a diák önkormányzatok struktúrájában? Hát egyből belevágunk a lecsóba. Igen, hát ugye az Ajka Városi Diák Tanács és általánosságban a városi diák tanácsok azok ugye a intézményi diák önkormányzatok felett helyezkednek el, és ezeket foglalja magukba az is egyébként, hogy ugye tőlük kapjuk ugye a képviselőket, onnan delegálják a képviselőket. Tehát ugye Ajka minden iskolája képvisel van, bocsánat. Igen, tehát itt Ajkán ugye 4 darab iskola az, aki képviselteti hát magát. A középiskolák, ugye a Szent Györgyi iskola, ugye a Bánki, a Bródi és a Vörös Marti, és 3-3-3 képviselőket delegálnak. Ugye, mint Ajka Városi Diák Tanács, ugye én ennek lettem most múlt hét, csütörtökön volt az alakuló ülésünk, ezt akkor a delegáltak választották, ugye? Igen, pontosan. És akkor lettem ugye megválasztva az elnökévé, tehát én... Volt másik jelölt? Tudok beszélni. Én nagyon szorgalmaztam azt, hogy legyen, de a képviselőtársaim... Örültek, hogy egy van. Hát nem is az, hogy örültek, de úgy látták azt, hogy én vagyok erre a legalkalmasabb, és emiatt senki se indult ellenem, senkinek se voltak ilyen ambíciói. Úgyhogy megválasztottak. Én nagyon... örülök annak egyébként, hogy lehetőséget kaptam erre, és nagyon bele fogok állni a dolgokba, kész programtervvel érkeztem erre. Ezt akartam kérdezni, hogy milyen akcióterv vagy programtervvel jelentkezett, vagy van-e már ilyesmi egyáltalán, de előbb tisztázzuk, hogy milyen működési mechanizmusa van ennek a diák tanácsnak, illetve hogyan illeszkedik az országos diák önkormányzathoz, mert gondolom igen. Igen. Egyébként ez nem olyan alapvető, ugyanis az városi diák tanácsok, diák önkormányzatok többféle néven is hívják őket, azok általánosságban nem mindig illeszkednek ebbe a rendszerbe. Tehát vannak függetlenek? Vannak független civil szervezetek, amik diák önkormányzatok, ugye az Ajka Városi Diák Tanács is egy civil szervezet, és mi nekünk a működésünk, illetve a kapcsolatunk az úgy biztosított, hogy én az Országos Diák Tanácsban meg vagyok választva Veszprém Vármegye képviselőjévé, tehát én az Országos Diák Tanácsban, amit a Belügyminisztérium működtet, ott én vagyok a Veszprém Vármegyei képviselő. Jár ezzel valami javadalmazás? Gondolom sokkal elgondolom. Nincsen javadalmazás, ugyanakkor hát ez egy társadalmi munka, vagy hogy közösségi munka. Igen, ugyanakkor van egy olyan dolog, hogy ugye ezek az ülések nagyjából havonta vannak országos diáktanács ODT ülések, ezek iskolaidőben szoktak lenni, általában péntekenként vagy hétfőnként, akkor a Belügyminisztérium ad nekünk ugye igazolást, hogy részt tudjunk venni az üléseken. Fedezi az úti költséget, mondjuk? Az úti költséget is fedezik, és ezen kívül egyébként ott is szoktak minket, van, hogy ebéddel, van, hogy kisebb ilyen harapnivalókkal ellátni, és összességében ezzel kapcsolódik ugye az Ajka Városi Diák Tanács így a országos diák tanácshoz és diák önkormányzatokhoz. Ott egyébként nekem személyes kapcsolataim is vannak a fővárosi diák önkormányzattal. Ez már régi kapcsolat? Hát ugye én 2 éve vagyok lassan, most idén lesz 2 éve. Ez egy fiatal, de nyilván nem 20 éves. Ja, persze, ja. De ahhoz képest, ez hogy... Ez viszonylag egy hosszú időnek számít. Igen, tehát ugye ebbe a 2 évben azért elég sok minden történt, ugye, hogyha felszorozzuk, ugye, hogy havonta vannak ülések, azért elég sok, illetve van egyébként országos diák parlament is, ami egy 3 napos esemény, oda ugyanúgy a megyékből delegálnak, vagy pár megyékből delegálnak, ugye. Most már igen, embereket, diákokat, és ott is már 2 részt vettem, amelyek Székesfehérváron szoktak megrendezésre kerülni. Ott az országnak a diáksága összejön, és egy ajánlat csomagot gyűjtünk össze, hogy miben lehetne fejleszteni a köznevelést, és a többi, és azokat átnyújtjuk ünnepélyesen a köznevelési államtitkárnak.
Na, erről majd még egy pár szót váltunk, de akkor térjünk vissza a programra, vagy az akciót erre, hogy mivel jelentkezett, vagy milyen, meg kell hirdetni ilyenkor egy programot, vagy ez hát ugye, úgy belülről jött, hogy hát akkor mondjunk valamit a jövőről. Hát egyébként belülről jött a dolog, ugyanis nagyon nem várták el tőlem. Ugyanakkor én azért, hogyha már belevágok ebbe, akkor én ezt szerettem volna komolyan csinálni. Emiatt egy elég hosszú és eléggé összetett programtervvel álltam a képviselőtestület elé, amely havi lebontásba tartalmazza azokat, hogy miket szeretnénk elérni. Ebben rengeteg dolog van. Csak hogy mondjak példákat erről, mindenfajta workshopok, amelyek egyébként a zöld ajkával és a zöld várossal kapcsolatban is vannak, illetve programszervezés szempontjából azért szeretnénk ilyen diákságot érintő és diákokat érdeklő programokat, vitaesteket, beszélgetéseket, és hát ugye ez még kidolgozás alatt van, de én... Tervezik a vitaestekre mondjuk hivatásos, esetleg politológus meghívását, vagy vitaindító előadást megtartani valaki részéről? Fölkért előadókat? Hát igen. Ez még kiforja magát. Ez még kiforja magát, tehát ezt tudom mondani, viszont az Ajkavárosi Diáktanácsnak a működésében, ugye, hogyha kicsit visszamegyünk, hát 2,5 évet körülbelül, akkor volt már ilyen vitást, és beszélgetés, és egyébként viszonylag sikeres is volt, és ott politikusokat, politológusokat hívtak meg az elődjeim, és beszélgettek velük, illetve a diákok ültek össze, és egy ilyen vitaestet szerveztek. De ez csak egy-két dolog, amit így mondtam, tényleg elég nagy programtervünk van, de igazából a fő működésünknek a lényege az, hogy az ajkai diákságnak az érdekeit képviseljük, és az érdekeiket védjük, és ezt az önkormányzattal és a polgármester úrral közösen végezzük el, és szerencsére, azt tudom elmondani, ezek sikeresek. Tehát eddig is, amilyen működésünk volt, azt tudom elmondani, hogy eddig nagyon jól álltak hozzánk, mind az intézmények tekintetében, mind az önkormányzat tekintetében. Minden segítséget megkaptunk, úgyhogy köszönöm szépen innen is egyébként a működésünkkel kapcsolatban. Ugorjuk egy picit, pontosabban ásunk a dolgok mélyére. Ugye az oktatás, mint olyan, az oktatási területe eléggé sok megoldandó kérdést vett föl, hát például a szabadon választható tankönyvek, a pedagógusok és a kormány viszony, gondolok itt a túlóra terhekre, fizetésekre, nem csak erről van szó természetesen, tanárhiányra, ha van ilyen. Ezek érintik az ajkai diákokat, vagy kell állást foglalniuk ebben az ügyben? Hát természetesen érintik őket, tehát azért amiket most itt felsorolt, a problémákat, azért ezek központosítottan minden tagintézményben, köznevelési intézményben jelen vannak. A tanárhiány, a szabad tankönyvválasztásnak a hiánya. És mobiltelefonok. Bocsánat, hogy... Na, egyébként egy zseniális téma. Mobiltelefon. Hogy van ez most? Mert ugye ismerjük a rendeletet ezzel kapcsolatban, eléggé ilyen sarkos megközelítés, de azért hagy egy kis kaput a helyi igazgatóknak, tanároknak is, hogy alkalomattán azért ne ilyen szigorúan elkobzásos alapon álljanak ez a kérdéshez, hanem rugalmasabban. Itt hogy oldják meg Ajkán? Hát volt ez az alapülülésen is egyébként egy napirendi pontba felmerült ez a képviselőtestület elé tettem ezt a témát, és nagyon jó beszámolókat hallottam erről. Azért Ajkán úgy gondolom, hogy minden intézményben jól működik ez a dolog. A rendelet elérte a célját, ebbe lehet ugye vitát nyitni, hogy jó is az, amit el akartak érni, elérték. Azt el kell, hogy mondjam, hogy ténylegesen ugye, amit említett ön is, hogy azért egyfajta kiskaput, én mondjuk úgy mondanám, hogy meghagyja szabadságot abba az intézményvezetőknek, hogy az intézményvezető döntheti el, hogy a rendeletet hogyan tartatja be. Tehát magyarul lehet ez ugye az is, hogy nap elején leadjuk az okostelefonunkat egy dobozba, lehet az is, hogy elzárjuk a saját szekrényünkbe, amelyből ugye aztán nem vesszük elő. Ugye az Országos Diák Tanácson is felmerültek ezek a dolgok, és a Belügyminisztériumból közlemelési államtitkár úr biztosított arról, hogy ez kidolgozás alatt van, azért ez nekik is elég hirtelen jött. Ez ilyen próbaidő. Igen, igen, hát persze, ugye
most eltelt egy hónap, tehát azért olyan nagy dolgokat még nem tudunk elmondani erről a dologról. Megvárjuk a visszajelzéseket. Igen, ugyanakkor módszertanok kidolgozásra kerülnek erről. Tehát még most se tudják ugye az intézményvezetők, hogy hogy csinálják pontosan, azért a tankerületektől most már kaptak segítséget ebbe, de összességében azt tudom elmondani, hogy az intézményemben kifejezetten jól működik, ez a dolog nem volt belőle a probléma. Ez a Bánki, ugye? Bródy Imre Gimnázium. De egyébként a Bánkiból is... találtam csak. Igen, de egyébként a Bánkiból is azt hallottam, illetve egyébként Ajkán az összes intézményből azokat a dolgokat hallottam, azokat a hangokat, hogy probléma még nagyon nem volt belőle. Azért el kell, hogy mondjam, hogy szerintem, hogyha kicsit a diákok, mi magunkban nézünk, akkor el kell, hogy mondjuk azt, hogy azért jó ez a rendelet abból a szemszögből, hogy azért tényleg ott van az a probléma, hogy azért telefonfüggők elég sokan. És aki nem is telefonfüggő, azért elmondanám azt, hogy annak is ott van az, hogy a napi rendjébe, a napi rutinjába beleégett az, hogy a telefonja az mindig ott van nála, a telefonját azt mindig előveszi, mindig használja, és én láttam egy ilyen pozitív hatást, akár magamon is, hogy azért a tanórákon az osztály átlagjának a figyelme az jóval megnőtt. Így is, akik akarnak, az így is el tudják érni azt, mert nem tudják azt megoldani a tanárok, hogy minden egyes diákot, amikor bejönnek, átvilágítják, átmotozzák. Persze, meg ott van nagymama telefonja, ugye? Az meg a másik. Tehát egyszerű kibúvó. Tehát akiknél le kell ugye adni a telefont, ott is bárki le tud adni bármilyen telefont, aki akarja, meg tudja oldani. Már nem működik. De nem ajánlom a diákoknak, hogy ezt csinálják, mert elég komoly retorziók éltik őket, ugye azért ez egy rendelet, tehát azért... Ezt kijátszani ezért nem szép dolog, illetve hát nyilván megfelelő következményekkel jár. Tehát végül is megállapíthatjuk, hogy ez a mobiltelefon, tablet, kérdés, ez nagyjából nyugvóponton van Ajkán. Itt szokni kell. Igen. És a figyelme veszik a diák tanács, vagy az önkormányzat jelzéseit ott fönn a magaségban, a belügyminisztériumban, vagy volt erre utalás, hogy várják a visszajelzéseket? Hát a visszajelzéseket azokat mindig várják. Tehát nem véletlenül hívják ugye össze ezeket az üléseket. Szeretik azt, hogyha visszajelzünk. Tehát figyelembe is veszik. Na várjunk, kicsit átsiklottam a kérdés felett. Nem. Teljesen mondanám azt, hogy 100%-ba figyelembe veszik. De azért mi is ott vagyunk, mint véleményező szerv, elmondjuk a véleményünket, van, amikor figyelembe veszik, van, amikor nem. Egy biztos, hogyha ez nem lenne, tehát egyáltalán nem lenne országos diáktanács, megtehetnék, nem írja elő semmi az, hogy megtartatsák, ha nem lenne, akkor ez a platform se lenne meg a diákoknak, és ezt azért szeretem, és ez a szívügyem, hogy ezt megtehetjük. Na hát ennek örülök, ez lehet egyfajta, most elnézést, hogy így kibeszélek ebből a beszélgetésből, egyfajta politikus képző is, hogy, mert régen ugye elnézést, én elég öreg vagyok, és volt a KISZ, a Kommunista Ifjúsági Szövetség, és úgy vettem észre, hogy az abban előre jutó, vagy szerepet vállaló emberek később akár politikai pályára is léphettek, tehát meg tudnak beszélni, előadni, kilógnak a társaik közül, és most minden rossz felhang nélkül mondom, hogy lehet ez egyfajta iskolája is szerintem a közéleti tevékenységnek, ha nem is politikainak. Hát biztos, hogy az. Azért ez az országos diáktanács, ez már jó pár éve. Csőd a lyukat, igaz? Igen, pontosan. Van olyan, volt ODT-s, aki már önkormányzati képviselőként működik. Tehát természetesen, de ugye ez is azért van, mert aki egyébként érdekel a közélet és a politika, az rátalál erre az ODT-re, és akkor megy, csinálja. Tehát nem úgy mondanám, hogy az ODT az, aki, vagy ami ugye politikussá tesz valakit, hanem aki amúgy politikus akar lenni, ilyen ambíciói vannak, az akkor az ODT-ben részt vesz diákként. Tehát egyébként igen. Még egy kérdés, ami úgy érdekelne, hogy ugye ez egy aktív, valószínűleg aktív szervezet, tehát rálátása van bizonyos dolgokra, és akár szervező is lehet bizonyos kérdésekben, hogy régi olvasmányaim, meg hát iskola élményeim mondatják velem, hogy esetleg ilyen önképző köröket nem szorgalmaznak-e, hogy létrehozzanak, mint ha valaki fölkészül egy témából, és akkor arra felé
érdeklődő embereket várja, és például vitaesteken megvitatják. A nem kimondottan formális megoldásosra gondolok, csak ugye az ember azt várja a fiatalt, hogy találjanak ki valamit, mozduljanak meg, adjanak ötleteket, tanulják az életet, és jelezzenek vissza valamit ebből a saját köreikből, hogy van-e ilyenfajta kvázi tudományos élet a középiskolában már, mert egyetem ugye vannak országos diákkörök, meg egyebek, de hogy középiskolában lenne hasonló, vagy erre való hajlam? Hát a hajlam az egy jó kérdés. Egyébként én azt látom, hogy a tendencia az elég negatív. Egyre kevesebbet, nem csak a közéletben, hanem így a diák életben egyre kevesebbet élnek a diákok. Tehát iskolai programok minden iskolában vannak. Különböző iskolai programokon egyre kevesebb a részvétel. Az én iskolámban mondjuk a tendenciát igencsak javítjuk, és elég jók a tendenciák. Azért van egy-két dolog így az iskolámban, ami nagyon jól működik. Például, csak hogy ugye személyében mondjam, a videostúdió, ami ugye a rendezvényeknek a hangosításával kapcsolatban is működik, illetve ugye az iskolai szünetekben ugye zenét rakunk ugye az iskolába. Ez is egy olyan tehát dolog, ez ami... rádió és igen, videó. Igen, rádió és ugye stúdió. Ez is a mi intézményünkben nagyon jól működik. Ugyanakkor viszont a diáktanácsban ugye tájékozottam ebből, hát azért a legtöbb iskolában itt Tajkán nagyon nem működik, vagy nem olyan jól. Úgyhogy ha a diákok szeretnének valamit csinálni, az arra megadják a lehetőséget, de sajnos ez a tendencia az, ami egyre inkább leszállóákban van. Most úgy tudom, hogy ugye az önkormányzattal is van egy összekötőjük, vagy van kapcsolatuk, tehát esetleg nem akarok itt felbújtó szerepbe lenni, de kérhetnek támogatást, segítséget például technikai eszközök beszerzésére, vagy egyéb kiadásaik fedezésére, terembérletre, vagy egy rendezvény megszervezéséhez, van ehhez valami csatorna? Igen. Csatorna is van, és egyébként a múltunkban is az jellemző volt, hogyha bármilyen rendezvényre, bármilyen technikai vagy forrással kapcsolatos segítség kellett, akkor az önkormányzat nagyon nyitott volt erre, és az elődeim szerveztek egy pályaválasztási expót is, erről szerintem a nézők is hallhattak. Ez is az önkormányzat segítségével jött létre. Tehát ezt kimondtam, Városi Diáktanácsi kezdeményezés. Igen, igen, ez teljes mértékben Ajka Városi Diáktanácsi kezdeményezés volt. Nagyon örültem neki, hogy egyébként akkor a szervezetben képviselőként voltam jelen, és az önkormányzat akkor is nyitott volt erre, és remélem egyébként, hogy most is nyitott van, de a tárgyalások alapján egyébként lehet ebbe potenciál. De hát ugye a programszervezés az ugye nagyban függ attól, hogy az embernek vannak-e rá forrásai, kapcsolatai, úgyhogy reménykedek ebbe, hogy ez így van. Hát köszönöm szépen, Barnabás, hogy bejött a stúdióba. Remélem, hogy pályája ezen a téren is fölfelé fog jönni. Még annyit kérdezik, hogy mit is tanul, vagy Bródiban te azt már tudjuk, de mire készül, hány éves? Én 11-es vagyok, és az egyébként... magyarul mit jelent az... harmadikos, ugye? Hát harmadikos. Régi iskolát. Ugye, igen, igen, harmadikos igen. vagyok. Ugye idén indult el az emelt szintem, tehát én emelt történelemre és emelt digitális kultúrára, ugye régi nevén informatika járok, és hát az ambícióim egyébként, én engem nagyon érdekel a politika, de még inkább érdekel a pedagógia. Tehát én nagyon szeretnék tanár lenni. Annak ellenére, hogy micsoda negatív hírek is elhangzanak. Ez nagyon igen. szép dolog, de voltak, hogy Arisztotelész, meg ilyenek, ezért tanítottak, Pláton. Persze. Tehát ilyenek mindig vannak a történelemben, most nem akarom minden elkanyarod, de örülök, hogy ez a fél szemét legalább a pedagógusi pályán tartja, vagy a következő nemzedékek nevelésén, és hát közéleti aktivitást is kifejt minden mellett. Köszönöm szépen, hogy eljött a stúdióba. Várjuk vissza, jó? Én köszönöm szépen a lehetőséget, és hát akkor... rendben, akkor én is majd, hogyha esetleg úgy van, akkor nyitott, lesz rá. Nyitott leszek rá, igen, hogy visszajöjjek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.